Sziasztok! A sztár vendégeket, sziasztok! Méltó tisztelettel kell fogadni, ugyanolyanok leszünk veletek is, mint a Ginával, most megmondom. Szóhoz nem jutunk. Ez a legjobb, elhív az ember vendégeket, majd nem hagyja őket szóhoz, úgyhogy nem hagyják, csinálják a dolgokat. Nekünk már összejött, mert tök jó receptet kaptunk, úgyhogy nagy a kert, sok a madár, azt meg is csináljuk megint. Hát meg is csináltuk. És ti mit használtatok hozzá, zselét vagy? Marhafagyút. Marhafagyú. Hát ez ugye ugyanaz, mint a kókuszsír, hogy majd amikor jön a napsütés, akkor majd csöpögni fog, de hogy állati eredetű zsíradék, ugye ez a lényeg. Nem volt is ilyen, hogy csöpögjön, minden fogyott. Minden fogyott? És nálatok is finnyásak a madarak? A lemmagot azt ugyanúgy kiválogatják. Jó, akkor szerintem vonjuk le a konklúziót, hogy nem kell. A len a fal. Sűríti a gyepet egy kicsit. Úgyis keresek az alternatívát. Igen, egybevágod, jó lesz. Nagyjából. És igen. Mekkora terület, bocsánat. Nagyja csak. A Márkot, na, titeket hagylak szóhoz, jut ide a Márkot, nem szóval, hogy mekkora ez a kert, amiben ti itt a len magukat hát egy ilyen kis, kicsit pici kis teraszocska, egy 3800 négyzetméteres. Ó, oh, hoppá! Tudjátok, hogy a boldogság a kertben terem, sok boldogság. Úgy, az egyik inspirációt részben tőled is szoktuk venni, így a növények kapcsán. Egy jó ideje figyeljük ezt, hogy hogyan tudnánk így a városból kiszakadni. Uh-huh. Nekem ez egy ilyen jó 7-8 éve kattant be, hogy én ki akarok költözni egy tanyára, egy ismerősöm Kecskemét környékén vett egyet, elképesztő jó áron ahhoz képest, hogy mekkora a terület, egy régi kis házikóval felújítottak, kiköltözött a családdal, és jártunk náluk, és mondom, ez de jó, itt ez hogy? És víz van, és villany van, minden van. Szóval persze, egy kicsit macerásabb bejutni a városba, ennyi a különbség, mondom, nekem tanya kell. Tényleg, és akkor ez így, ott azóta el is így, ah, igen, azóta ez mit szólt ez, hogy? Nekem mindig ez volt a vágyam. Ó, egy állampár. Állatfoglalkozásban inkább, tehát mert picikorom óta állatokat vittem haza, mentettem, madártól kezdve mindenfélét, amit úgy megtaláltam. Engem is befogadtál szó. Jó, jó vagyunk. És akkor igen, hol talált? Attól féltem egy kicsit, meg Ati is attól tartott, hogy amint meg lesz így a nagy tanya, azt mondom, hogy elfér itt is egy kutya, itt elfér egy ilyen állat, egy olyan állat, de most egyelőre a madarakkal. Na de akkor hol tartotok? Akkor mesélj! Hát alapból 4 kutyusunk van, tehát nagyon várjuk, hogy a tanyára tudjunk költözni, mert ott imádnak lenni. Ez nem kevés, nem kutya, igen, mondjuk igen. Most per pillanat lakásban. Most lakás még, igen. Mekkora ebek? Hát, hogy nem a legideálisabb, viszont örököltük őket, tehát nem egy ilyen saját döntés volt, hogy kell még egy kutya. Látod, Dóra? 4 kutyájuk. Igen. Dóra, amióta ez a műsor folyam van, azóta készül egy kutya beszerzésére, és még nem sikerült ezt. Hát nálunk a sors tereget, így ilyen családon belül megörököltük őket, ilyen sajnos, viszont hát azt nem hagyhattuk, hogy mégis hálátlan sorsuk legyen, és máshol nem lehetett megoldani, úgyhogy akkor befogadjuk alapon. Hát most sok munka van vele reggel este, egy óra séta, stb. De közel van a Lépliget szerencsére, ahol most lakunk, tehát amit lehet mindig oda visszük, és lehet szaladgáltatni, de hát ők is a tanyát favorizálják azért. Ott szabadon vannak engedve, be van kerítve, úgyhogy... De madarakat emlegettél, és most 4 kutyánál tartunk még csak. Igen, igen, és a madarakat inkább a kertbe szeretném oda szoktatni, bár volt egy csodálatos dolmányos varjum, 3 hónapig élt velem. És nagyon okosak, ugye? Nagyon. És imádtuk egymást, csak sajnos beteg lett, úgyhogy maradt életben. Viszont hát 4 kutya mellett látjuk is azt, hogy mint házi állat nem nagyon kompatibilis már semmi más, úgyhogy ők megmaradnak a nevelt saját gyerekeinknek, igen. És mindenki más meg úgy akarunk úgy oda édesgetni, mint vadállat, de hogy szabadon legyen. Viszont gyerekkori álmom teljesült, hogy a varjú a vállamra repül, miközben kertészkedek, az valami fantasztikus volt. Micsoda gyerekkori álmom. Nem menekült el, hanem még ott maradt körülöttünk. Megszokta, hát, hogy... Igen, nagyon oda lehet őket. Tehát azt mondják, hogy a varjú, meg a holó az ilyen 3-4 éves gyerek szintén van értelmi. Okosabb volt, mint én, szóval. Tanácsot. De várjátok, most már akkor a tanyán éltek, vagy még nem? Hát két laki életet érünk, nagyon sokat töltünk ott, egy kis nyaraló volt rajta, de az alkalmatlan arra, hogy azért beköltözzünk, mint négyzetméter. Hát 20 négyzetméter az azért nem. Hát igen. Azért és kell a talicskának, meg fűnyírónak, meg minden másnak is a hely, úgyhogy amikor lenne ott. Az ágy széljére oda támasztva a talicskának. Leint a sátrazás, most már azért tudtunk ott lenni. Kettő hálózsákot levittünk, és abba így elfértünk a talicskának. Romantikus egyébként, tehát nagyon jó pofa, már mindenkinek javaslom, mint párterápia, hogy az együtt töltött idő, az együtt töltött munka, meg utána az együtt átélt élmény, hogy az érték lett, és sikerült, és most már egész jó a kert, ugye a nagy részét az bérművelésbe ki volt adva, azt úgy kaptuk vissza, hogy tök üres szántó feltárcsázva, és akkor na ebből mi legyen, és most már 2 éve, de 2 év alatt már akkor hát fejlődött, hogy így öröm ránézni, hogy ezt mi csináltuk, és saját kézzel. Ez, amit mit ültettetek, na kíváncsi vagyok. Mi. Ez nagyon érdekes. Egyből felvette a tanár úr. Megvettük a tanyát, akkor elkezdtem nézni a kertészeti oldalakat, ilyen díszfa, olyan gyümölcsfa, ez kell, az kell, amaz kell, és így kiszámoltam, hogy ilyen 40 és 100 millió körül lenne. Igen, lehet szaladni ebben. Ha mondom, akkor ez nem annyira megvalósítható.
És a Facebookon vannak ilyen növénymentő csoportok. Tehát akinél nem fér el, feleslegessé vált, építési terület lesz belőle, ki akarják vágni, azokat el lehet hozni ingyen. Ást kielvihetett, hát a tovább valahol. Nem egy kicsi csemetét hozok el, hanem 3-4 méteres fákat akár, és ebből rengeteget beszereztünk, tehát utánfutó számra vittük, ástuk, cipeltük. Vegyesen, van egy ilyen oldalsáv, ilyen természetes kerítés szerűségként, persze van rendes kerítés, de amellett olyan lombos legyen, ott van babérmegy, kecskerágó, homoktövis, dió vegyes. Nagy százalékban, 80%-ban egyelőre lekopogom, úgy néz ki, hogy a tujával nem bírunk, az valahogy nem szeret minket, vagy én? Magyarországot, vagy nem. Magyarországot nem szeretik. Igen. Viszont a lejlandi ciprus, amit szeretünk, az meg szép. Tehát, hogy így kóstolgatjuk, hogy mi az a növényzet, ami ott azt a talajt, ami éppen van, ugye ezt mondják, hogy alapvetően a növény fogja meghatározni, hogy ő hogy érzi jól magát. Amit lehet elültetünk, aztán meglátjuk, mi marad meg. Viszont a talajt kezdtük el táplálni elsődlegesen, nem nagyon alapból helyes, a növény, tehát tényleg ez a mindent, lótrágyát hány autóval hordtuk. Hát, két tonna több forduló lótrágya, mikorizagomba. Szalmabálát, meg mikorizagombát, meg mindent vettünk hozzá, hogy az tényleg. Most a legutolsó projektünk az. Bármennyit bele lehet lapátolni. Igen. És ez merre felveszik ott Kecskemét környékén? Még egy friss sztori, hogy hogyan tápláltuk most frissen. Egy csomója láttunk összeszedve avarokat itt zsákba, és hát elvileg ugye, gondolom, elszállították volna, de mi gyorsabbak voltunk. És gyorsan dobtuk falevet idézőjelbe, és ez kell nekünk. Most ne figyeljenek. Ez kell nekünk a kertbe, hát ő úgyis kidobta nekünk, jó lesz, úgyhogy összegyűjtögettük, és azzal is takarjuk, úgymond megvitaminozzuk a dolgokat. Körülbelül egy óra autóval Budapesttől délen 51-esen Kiskolacáza környéke, vagy az a térség, úgymond a tényleg tanya, tehát ez így benn van így. Nagyjából ezt látjuk majd a házikóból, hogy erdőt kertet. Teljesen autodidakta módon művelitek ezt a kertet, vagy azért igen? Hát én elvégeztem ugyan az aranykalászos gazdát, de ez nagyjából annyiból át, hogy a tehén ne rúgjon meg, mert az eleje, ez a hátulja. Ennyi a reális tudás, amit kaptam. Nagyon fontos tudás, nagyon fontos. Bár állatot amúgy sem akarunk tartani, max néhány pipit majd így a tojásért, ugye vegetáriánusok vagyunk, tehát alapvetően inkább a zöldség és a gyümölcs. Hát igen, a pipi nagyon jó, meg a trágyája is nagyon jó. Tehát persze, meg ott van, nyesedéket megeszi, tehát ilyen minél természetesebben szabadon lesznek ők is egy külön részben, a kutyákkal azért nem egyszerre. Tehát... Lesz ott kecske, birka előbb. Majd meglátjuk hosszabb távon, de közben fel lehet csipegedni. Hál' Istennek a neten azért nagyon sok ilyen önfenntartó csoport van, meg B-terv, önellátás, stb. Kert TV, meg ilyen mindenféle jópofa műsorok. és ez egy jópofa életmód, vagy egyfajta, nem is tudom, hobbivá válik az embernek, aztán életmóddá, és hát a jövő az, amit kérdeztél, hogy oda akarunk kiköltözni. Lekopogom, talán most egy fél évben belül megvalósul egy könnyű szerkezeti és kis vafaházikó, az már elég nagy lesz ahhoz, hogy elférjünk, és aztán akkor non-stop ott. Hát most meg elsődlegesen a növények voltak, mert egy csomó szobanövényt is kaptunk, tehát ez a 20 négyzetméteres házikó még tényleg semmi nincs a tanyán, de már légkondi van nekik, hogy ne fagyjanak meg. Már temperáljuk, hogy ne fagyjanak meg, szóval. Tavaly madárodókat vittünk meg, 120 kiló magot, zsák számra, el is fogyott. Abból egy pár adag ilyen kuglófogy kijön az idén is. De gondolom nem csináltatok kuglófogy, csak egyszer oda tettél. Hát én nagy etetőket ide-oda, amoda. Kalács, igen. Madár kalács. De hát ennyit nem lehetett győzni, megbírni. Hát, ahogy mondtam, egy 20 év és már nagyjából látható. Igen, ez egy kicsit megijesztettél az előbbi kamerán kívül, hogy a 20 év, mondom, hogy nem, már itt is már 3 év van, én már be akarom fejezni, és utána csak élvezni. Nincs befejezés. Tehát de honnan ez a szeretet? Tehát, hogy azért ezt hozzátok otthonról, vagy ez tényleg ott megfertőzöttél a barátodnál? Mind a kettő igaz szerintem. És hát nekünk ugye nagymamáméknál volt mind a ketten, vidéken voltak, és nagyon sokat töltöttünk ott nyarat, így tesómékkal, és imádtuk, hogy ott lehet szaladgálni, szőlőt szedni, krumplit ültetni, tehát mi imádtuk ezt városi gyerekként, hogy kimehetünk így a nagyékhoz, és akkor ott befogtak minket dolgozni, kukoricát címerezni, stb. Ugye nagypapám ő agrármérnök volt, tehát ténylegesen ebbe is dolgozott, vezettem a traktort, tehát ez valahogy egy ilyen romantikus gyerekkori emlék nekem, és bár ugye mint foglalkozás nem ebbe az irányba mentem, de hát most nem zárja ki a kettő egymást, hogy ehhez visszaszelidülni, úgymond, és azt szinte mindegy, hogy honnan indulok el majd esküvőket csinálni, zenei fellépésekre vagy műsorvezetni, akkor meg inkább ezt egy szép környezetből tenném és oda hazatérni, úgyhogy ez így nekem akkor bekattott, hogy majd egyszer ez így lesz. Hát Zoénak meg szintén ez egy ilyen hozott. Nekem mindig, és meg a kreativitás részét is imádom, meg tényleg azt nézni, hogy ugye nagyon sok növényt, amit mentettünk, csak úgy kaptunk meg, hogy ez valami sárga virág, és most derül ki, hogy mi ez, és hogy néz ki, és ilyenünk is van, tehát ez még így jobb is, hát mint hogyha a kertészetből nőttél föl, hát ugye Szeged mellett a Nyudéknál nagy telketek volt. Hát igen, ott Makó környékén, ott a hagymázással indult leginkább a történet, ez nem volt annyira jó flash, de... De az, hogy kis csajként... Más, hogy hajnali 5-kor kelünk, mert még hűvös van, és gazolni kell. Hát igen. Viszont most meg egész mást jelent megenni azt. Hát meg
meg a sajátotok azért azt teljesen más, igen, is tudjátok, hogy miért csináljátok. Saját oregános, saját olyan mentánk van, ami ez a hatalmas, nagy levélű, igazi megdörzsölődés, tud olyan illata van, és abból szörpöt csinálni, meg majd muhitot. Szóval, hogy ezek olyan nagyon élmények, jó titeket ami... hallgatni, és látom, hogy tényleg nagyon élvezitek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jöttetek és elmeséltétek. És hajrá! Igen, követendő példa, ami pedig nem sokára folytatjuk, igen, az ajándékozással és ráadásul tudományos alapokra helyezzük.